Csácsom, hogy csöntészt a csokorán és traktorkerék hűrve csatornán képernyeltetik a következő Summer's Dive-val, amiben a legveszélyesebb projektet próbálom megvalósítani, ami a sorozat történetében eddig igazából felmerülhetett számunkra, úgyhogy belevágunk egyből a lecsóba, ugye másról nem szólt az előző rész, mint a felkészülésről, és úgy gondolom, hogy akkor bele is csaphatnánk, bár lehet egyébként már tudjátok is, hogy miről lenne szó, mert nem tudom, hogy milyen címet adtam ennek a résznek, de ha nem, akkor nem fogom elmondani, hanem meg fogjátok látni, de egyébként tényleg készüljetek arra, hogy epic nehéz lesz. A legnagyobb esélyt most látom arra, hogy meg fogunk dögleni ebben a játékban. Tudom, hogy a legelőször már megdöglöttünk körülbelül a második részben, egy kutya megevett minket, röhelyes volt, tudom, de még mindig bánom, hogy egyébként... Nem. Most arra azt akartam mondani, hogy bánom, hogy nem lehetett újra kezdeni a játékot, vagyis a részt. Várjál már, hadd nézzek egy videót, mert olyan furcsa. Jó. Ezt mindig megnézem, aztán közben meg mindig jól működik. Ja. Azt bánom egyébként, hogy nincs mentés a játékban, és ezt nem tudtam visszatölteni, de hazudok, mert annyira nem bánom, hogy nem tudtam visszatölteni, mert ebben a játékban például tök jó az, hogy... Öcsém! Valami nagyon durva dolog töltődött be, halljátok? Ilyenkor egyébként az történik ám, hogy betöltődik valami. Általában zombik szoktak betöltődni, várj egy kicsit itt, hogy lássak is valamit. Ja, beszéljünk arról, hogy hova fogunk menni. A legjobb loot-tal kecsegtető helyre motorozok éppen, ami létezik ebben a játékban. Ez egy kígyó volt, bazon. És az nem más, mint a zombi messiás nem boltja, hanem gyár. Gyakorlatilag az egész mapon található összes zombi messia... Várjál ma, hát pont amit kéne körülnéznem. Lehet, hogy még egy elodébb. Jó, nagyjából megnéztem, hogy hol van ez a fegyvergyár. Tehát vannak ilyen különböző fegyverboltok a játékon belül. És van egy darab, ugye több, és van egy darab fegyvergyár is, ami... Ugye kiszolgálta annó ezeket a fegyverboltokat, tehát gyakorlatilag valószínűleg, hogy iszonyatosan sok fegyvert fogunk lelni, tehát nem tudom, egy kicsit akadnám. Mondom, hogy töltődik be, de remélem, hogy ez el fog múlni. A rohadt életben van sok medvébe, gyerekek. Nem hiszed el, hallod? Miért kell ennyi medvének lenni? Most hol az tökönbe menjek? Most érted? Nehogy jól érez magad. Jó. Nem tudom milyen messziről hal meg egyébként. Jó, nem hallott meg. Jó, jönnek a madarak, jó van, nem baj. Oké. Egyébként ezt szét is kellene szednem, de mondjuk egyelőre nem erre kellene leginkább fókuszálnom. Szóval érted. Úgyhogy megint az lesz, hogy majd szorrom kell ki a lootokat, sajnos, de ugye a motort is fogjuk használni. Na, elvileg meg is érkeztünk, ez lenne a fegyvergyár? Ez lenne a fegyvergyár? Ó, oda nézzetek, airdrop! Az airdrop, itt az airdrop! Itt van, nem messze az airdrop, rossz, vagy nem, úrjám akartam csúlyan beszélni, bocs gyerekek, de itt van, nem messze az airdrop, és azt lehet, hogy meg kellene kukkantanom akkor. Úgyhogy ne haragudjatok rám, de lehet, hogy azt megkukkantja a keeper is. Mi az? Az nem egy katonai bázis? Megőrülsz, milyen jó helyek, de az egy katonai bázis. Ne szórakozzál, itt egy fegyvergyár, ez egy, az a legnagyobb, úristen. Úristen, mi van itt, gyerekek? El kell menni az airdropért, itt van 70 méterre, ne vicce. Itt meg van egy katonai bázis, úristen. Itt meg van egy medve. Na azt akartam kinyögni, hogy a fegyvergyárban valószínűleg iszonyatosan jó lootokat tudok szerezni, nézd meg az a fegyvergyár, és nézd meg mekkora, érted? De itt van mellette egy katonai bázis. Is.
Megmondom őszintén, ez fosok, mint az állat. Ez a környék, ez nem a legbarátságosabb. Na, armor pack. Egy armor pack, és nem fogom kinyitani most, mivel... Mondjuk lehet, hogy érdemes lenne kinyitni. Azért gondoltam, hogy nem nyitom ki most, várja, itt nagyon jó útokat fogunk csak szedni, gyerekek. Úgyhogy ezt lehet, hogy scrappelem, meg minden scrappelünk. De azt akartam mondani, hogy tényleg a legjobb útokat kellene összeszednem. Mert ugye itt valószínűleg, hogy elég jó sok óra nézze egy armor fölös. Már rohadt életbe, gyerekek, már megint kezdődik a túlpakolási dolgom. Ezt a fegyvergyárat is ne megnézném, srácok. Nem mondod, hogy nem hoztál nyilatkeeper? Jó, nem baj. Viszont hoztunk minden más. Nem hoztam nyilatik. Nagy pakolásba. Katonai bázis. Ennek lehet, hogy van egy föld alatti része is. Hát... A fegyvergyárban az elsődleges célpontunk, úgyhogy hadd menjünk most arra. Úgy látom, ezen a környéken... Azt arról tél be, gyerekek. Ez a környék, ez halál. Halálos. Megőrülsz, öcsém, mi van itt? Megőrülsz. Ki kell kapásból pakolnom a motoromba. Megőrülünk. Nem hoztam el a nyilat, nem baj. Rambó módjára akarok bemenni, mert igazából nem akarok sok időt veszíteni. Én ránéztem az órámra, hogy mi a szituáció. Ja, kipakolunk a motorba, és rambó módra fogunk menni, nem fogunk lopakodni oda bent. Bár nem tudom, hogy ez jó megoldás, hát majd meg fogjuk látni. Igazából ti már, ha... Nálatok már el van döntve, tök durva, hogy igazából nézed a videót, és te már pontosan tudod, hogy én, nekem sikerültek a dolgok, vagy nem. Egy kicsit így besötítettek, hogy jobban lássak, jó, mert itt azt hiszem, hogy szükségem lesz rá. Úristen, gyerekek! Ez a fegyvergyár? Ez a fegyvergyár, more! Ez nem lesz kicsi. Na most látom, hogy ez nem lesz kicsi, ott egy kutya, úristen, meg... A gyengébb ellenfelekre lehet, hogy pisztolyt kellene alkalmaznom. Csak az a baj, meghallja itt mindenki valószínűleg. Fie. És komolyan bepróbálok törni egy fegyvergyárba? Az a rendőr zombi szerintem ide pattintott, nem? Mitől van az a sugárzó rész? Úgy gyerekek, itt ez kemény hely. És még nem halt meg. Hát ez nem vagyok benne biztos, hogy ez nekünk jó lesz, gyerekek. Na most látom, hogy itt baromi sok zombi, meg minden van. Úristen! Jó, hát akkor azt ki is rakhatom az épuskámat, mert igazából semmi értelme. Hú, gyerekek! Meg még vihar is lesz. Ki kell pakolnom ezt az armor pakot, ezt is kirakom. Igazából rakjunk ki minden olyat, ami nem kell. Hallod? Miért vesznek észre ennyire? Könnyen? Nem vágom. Hol be kéne törni ezt is. De jó buli lesz, itt érzem már, hogy baj lesz. Elke hoztam időt, nem frame-et. Ó, megpróbáljuk betörni, de hallod, akad mint a disznó. És az akad mint a disznó, azt tudod mit jelent? Tudod mit jelent, hogy akad mint a disznó? Zombi hegyek vannak. Ott van egy rendőr zombi, hallod? Ott... Itt egy csomó zombi van már kapásban. Egyébként a... Van, és futnak, mint a disznó, hallod?
próbálják ütni az ajtót, vagy nem tudom. Alul... Ez az akadás, ez egyértelműen az, hogy... Hoppa, most ütöttek ki valami ajtót. És mondom, ráadásul rohannak, érted? Ami nem jó buli. Még nagyon sokan lesznek, nagyon parázok! Jézus Isten, mit művelek itt? Mit művelek itt, apa? Fázik a karakter, hogy rohadjon meg. Azt fogják kitörni ott a... És hallod, és futnak, ugye? Meg ráadásul ez a vihar is, ez nagyobb betesz. Jaj, ne, nagyon para az egész. Nem már most. Kutyadik. És komolyan jöttem ide fegyvergyárra, az én hülye állat! Öcsém! Csáva, itt ugrál le! Szerintem 86-on vannak itt, hallod? Ugorjál ma! Jó, meg volt a feje. Akkor ugyanaz. Mi van, már még mindig? Nem, már még mindig, hallod? Egyébként tényleg fölmentnék a hangodóra. Jó. Meg kéne mennem, nem? Hallod, ez nagyon para egy hely, öcsém. Úgy ráadásul futkoznak, hogy... Ne? Ma most összefosom magam. Nem tudom, érdemes a lopakodnom. Ja, lehet, hogy jó lett volna egyébként, hogyha lett volna... Mi ez egy lift? Lehet, jó lett volna, hogyha lett volna a... ...ípuská. És ez az akadás, ez te egyértelműen az, hogy izé van. Egyértelműen az, hogy... Ó, te fiú, valóban mi ez? Tudjuk, fölfele kellene mennem, nem? Vagy mit tudom én? Ugye, lehet, hogy AK kellene. Vagyis M4-es. Aztán darálok, bazd, meglátok, darálok. Mi az, madár? Vagy mi volt ez? Elhallgatott a idő, kinti eső hang. Mi volt ez? Mi volt ez, öcsém? Amik koporognak, baze. Ha valamik itt futkorásznak körülöttem, jaj! Jézus Mária!
Madár, meg minden, nem halljátok? Ott a madár e fönn. Meg valamit törnek be. De miért jöttem? Hát lesz merek menni, öcsön. Úgy akar és mindig akkor akar, amikor egy millió zombi, az mi? Több sebzés animálekre. Ez lehet, hogy nekem nem volt jó ötlet ide jönni, gyerekek. Úristen, mi ez a hang? Millió úgy zombi rohangál körülöttem szerintem. Nem tudom, hogy mit tegyek. Meg kell próbálnom itt kikukkantani. 10 000-es. Lemenjek, gyerekek! Szerintem úgy megdöglök, mint a szar. Az volt egy hülye. Uha! Gyerekek, ez szerintem az egyik legnehezebb hely, zóna. Figyelj, madarak támadnak rám konkrétan, csak... Ugye csak átbogó... Ó, oh, jaj. Ennyi vissza, oda le. Ezeket a madarakat nem tudom, falon keresztül bugosan át, ki lehetne lőni, de lehet, hogy nem. Tudod, én nagyon fosok. Egyébként ott megy tovább a létra. Lehet, hogy föl kellene valahogy mennem. Közepén. Felugráljunk? Talán megusszuk akkor a bulit. Hoppá, jönnek, jó? Csak az a baj, végtelen időm sincs. Bár itt mondjuk az éjszaka se szerintem kevésbé szar, mint a nappal. Valamit kiütöttek, megint valaki elér hozzám. Próbálok ide fúrni magukat. Gondolom éreznek a falon keresztül. Hát szerintem följebb kellene menni, gyerekek. Meg kell próbálni azt, hogy blokkokat. Csak nehogy kiüssék alól, mert akkor végem van, gyerekek, érted? Nem tudom ide rakni. De középre nem engedi érdekes módon. Ide engedni. Megpróbáljuk? Jó lenne nem leesni egyébként, ugye? Hát milyen magas... Oh. Elég védve vagyok itt, de jó, érdemes volt bejönni. Aha, megjöttünk, gyerekek. Ezeket hülye madarakat... Jó lenne lehet ütni. Csak nehogy alul, alattam kiüssék, mert akkor nem lesz jó buli. Ó, 10 000-es! Minden egy az 1 000-es. Srácok, én nagyon, nagyon beszorok, hallod ettől. Én nem engedi oda rakni. Ja. Szerintem ez a jó, ugye? Jó, hát a madarakkal meg fog gyűlölni, bajom lehet.
De valahogy okosba kellene. Hoppa, hoppa, itt egy ajtó, itt. Meg itt van egy láda. Eddig egyébként nem fogtunk ki valami nagy kuti dolgot. Hogy is már ki. Oj, csak sörét, jó, nem baj. Az is jó, várjál már. Az a nyírva van. Jaj, te! A madarak meg fognak lepni. Most látom. Jó lenne ide. Ott a csávó. Szerintem ez tele van a tető, gyerekek. Ja, is van sneak bónuszom, ugye? Szerintem valakik jönnek. Még mehetnék följebb. Azért valakik jöttek. Nem tudom hányan. Lehet, hogy fel kellene mennem megnézni, mi van fönt. Ezek a hülye madarak, nem tudom, hogy nem lehetne falon keresztül valahogy kibugoltatni őket. Lehet, hogy nem. Csak nehogy megüssön falon keresztül, mert bebugol. Vagy nem volt rá... Hoppa, ott is egy csávó, figyelj-e. Nem? Gyerekek, tiszta para ez a hely. Azért jövök föl, mert általában mindig fönn szoktak lenni. Ah, itt is ajtó van? Hát ezzel nem nyertem sokat. Nem baj. Jó, de viszont nagyon nem tudnak bejönni, mert tízezes. Egyébként ez védhető nagyon ez a hely. Úgy gyerekek, be vagyok szarva. Ott egy csomó loot. Harcik ugye meg minden, nem csoda, hogy izé laggol minden. Tudod? Óvatosban, nagyon bazd, nagyon óvatosban, mert szétcsapnak minket. Ott egy madár. Csak most lövök, nincs nálam az nyílpuskám! Ezt elcseszte a keeper. Nincs nálam a nyílpuska. Még magasabbra? Meg kéne nézni, hogy nehogy meglepjen valami föntről. Valami felszállt, nem? Nem madár volt? Még helikopter leszálló pálya is van ennek a helynek. Én nem fostam be, na. Romlott most gyűjtünk, úgyhogy... Hát ez egy kemény hely, gyerekek. Nagyon kemény. Ne, erre akartam felkészülni. Mikor beszéltem erről. Na, egy fegyveres. Ez így szar. Nem mondod, hogy ez egy drón? És ezt hogy lehet használni? Ez egy drón! Találtam egy drón, gyerekek! Tudtam én, hogy ide kell jönni, ott meg mi villog? Ott villan valami, bazze. Esküszöm. Mit tud itt villogni? Ott egy badár. Jó, ezeket baromira meg kell nézni, hogy nehogy véletlen meglepjen. Ha láttok zombit... Ott egy zombi. Tök jó, ide tudunk snipe-olni. Igaz, pisztolyjal, de az is jobb, mint a semmi. Egy madár volt bele. Azt a rohadt! Kellett a reflex, öcsém! Nagyon be vagyok szarva! Most lehet, hogy hülyek néztek, hogy itt izélek. Parázok ennyire, de nem akarok meghalni, érted? És annyira... Annyira nehéz, hogy ne vanyál meg. Várjál! Erre miért nem raktam egy izé szkópot? Ha? De ennyire nem lehetek hülye, hogy erre nem raktam egy szkópot.
Jó, hogy kellett volna csinálnom, de jó, most nem pisztolyra nem veszem le, azért tudok snipe-olgatni azért. Azt már lelőttem azt a madarat, nézzük át, nagyon-nagyon ó, mert egy darab zombi is ki tud nyírni minket. Nincs a zombi valahol, az a lényeg. Zombi és madár. Nem látok, de viszont valami mozgást hallok. Jó, menjünk le, menjünk be. Oha, jönnek föl, bazd, oda nézzé, Dick! Öcsém, följöttek, egy szinten lejjebb vannak-e? Oda nézzé meg! Jaj, tesók! Na de nem! Jaj! Menj le! Vissza! Nem szabad! Nem szabad följönni ők! Potyogjatok úgy! Jó. Jó vagyunk eddig. Viszont volt 2-1. Egy loot is volt. Ja, hát ezek majdnem följöttek. Ott van valami epic láda. Nagyon izé, nagyon ott kell lenni, gyerekek, nagyon ott kell lenni. Nagyon ott kell lenni, hogy ne dögöljük meg. Jó, megyünk le, azt mindent ki kell pucolni, szépen lefele. Csak az a baj, ez akkor ez a fegyvergyár, és nagyon farázok, hogy nehogy az legyen, hogy megdöglünk. Nem akar lemenni, miért nem akar lemenni? Ettől szoktam szív. Szűszédülést kapni, hogy... Ott is tuti, hogy van benne zombi, érted? Ott egy csapóajtó középen, nézd már mekkora csapda! Jó, nem kapkodunk, gyerekek, jó? Mi volt? Ilyen dobozok. Jó, le kéne valahogy menni. Valahogy, várjál, még egy szinten lejjebb kimegyünk, akkor elvileg jó vagyunk? Jó, viszont kiirtottuk egy csomó zombit, ez jó. Menjél már le a létrán. Szeretem a létrák a gyerekek. Megint meg madár meglepett, és ott egy csávó, figyelj. Ezek csapdába estek, ugye? Én felfrémeltem magam, ezen 300 izé volt. Felfrémeltem magam. De ők ugye nem tudnak azon feljönni. A gyerekek, megint ugye madár mizéria lesz, lehet, hogy AK-val megyünk, mert ezzel azért nagyobb esélye lett találó. És figyeljünk mindenre, minden rohadt dologra, gyerekek. Valahol itt hallom. Bassza meg. Itt egy zombi, mert de hallod, ez a környék, ez nagyon kemény. Na, csak ne kezdjen el esni az események hülyeségek, mert akkor a látótávolságok még szarabb lesz. A gyerekek. Jó, ott is egy zombi, figyelj-e? Marhára kell figyelni, gyerek. Marhára kell figyelni. A zombi merdő. Ott a zombi, egy snake bomb. Mi van? Basszátok meg! Mi az, hogy világít a zombi, bazza?
Öcsém! De hova mentek, gyerek? Kellett a lőszer, mi az? Oh, azt a betyár. Azt a betyáról isteneteket. Hallod, mi ez a hely, öcsém? Hát összeszarod, fosod magad, komolyan mondom. És mind ilyen izé, az a feral, vagy feral, vagy fear, vagy mit tudom, mi az zombi. Hogy izé van, ilyen... Fut az összes, meg mit világít, meg minden, mi van itt, azért, nem tudom. Hát ez nagyon kemény, ez a gyerekek, egy a baj, megmondom őszintén. Nem tudok fölvenni a létrán, mert a szétverték, és az jó lenne, hogyha föl tudnék futni legalább, hogy valami menekülési dolog legyen. Ez nekem nem buli. Hogyha nagyon szarva vagyunk, akkor tudjunk futni, vagy valami legyen. Meg megint ez az olyan, ilyen hang. És akkora egy, oda kéne fölvenni, ott a létre, gyerekek. Akkor egy cumisztatás az egész, mert el vannak dugva ezek a rohadt zombik. És érted, és úgy megszivatnak, ha láttad az előbb is. Ebben is biztos, hogy rahedlivel van. De kéne fölmenni, nem? Tuti, várj, hogy mentek? Itt mentek be, és ott jöttek ki. De ott nincs semmi loot. A lootra kéne rámenni. Ott van fönn a loot, szerintem az a fő loot. Utána benézünk az épületek. De ez az egész szerintem fótele van minden szarra. Úgyhogy már zombival, meg big loot-tal is természetesen. És nem biztos vagyok benne, hogy nekem az idegeim azt bírják, hogy én ezt az egészet kilootoljam. És rájöttünk a főútra keményen. Jó. Próbálok fölvenni. Ha már jöttünk arra, le tudok menni egyébként. Na, öcsém, ez nem lesz szabad, nem ilyen leszakadós szar. Akkor ez jobb buli lesz. Oda né, öcsém, mekkora az a épület, te fiú, oda né. Hallod, ilyen mindenféle csapóajtók, meg mindenféle kamrák ilyen. És minden, gondolom, tele van eldugott zombival, ennyivel. Na és itt is biztos lesznek. Jaj, jaj, more! Ott, ja, ott voltunk fenn. Oda mentünk föl. És onnan láttunk le. Na, oda majd be kéne skubizni, hogy nincs az irányító terembe. De lehet, hogy nincs. Nem tudom, mi az ilyen irányító teremszerű. Öcsém, facsiga. Nehogy leszakadjunk be azért, mert komolyan mondom, kinézek ebből a játékból mindent. Ezek mik ezek kémények? Azt a betyár oda nézze, öcsém. Na itt van loot, hallod? Na nézzük végig sorba. Ezért jöttünk, ezért jöttünk. És ez a fő loot, tudja, hogy ez a fő loot. Elég jó feljöttünk ide. Jó. Hát ezt tele lehet az egész loot, de nem adja nekünk, nem adja a tudit, egy 8-szoros scope-ot annyira nem tudnék élni. Kézigránát. Oda néven gyilőszer volt, apám. Apa, mi ez? Sniper rifle! Ne szórakozz, mivel eszi, mit eszik ez? Ez mi kell neki? Szereztünk egy sniper rifle! Izét, mesterlövész puskát. 762-es zabája, és erre mindenképp öcsém, erre viszont nagyon kell. Ó, a rohadt életbe bejött egy ablak, remélem nem lett semmi baj. Erre viszont nagyon kellene, el kéne szednem erről. Modifi.
Scope, levesz. Jó. Levet, ja, nincs nálam most. És akkor sniperra rá kéne rakni. Hoppa, van egy sniperem, gyerekek. Azért az már nem olyan rossz, nem? Biztos szerintem ez ilyen nagyon bet. Hallott, tudok sniperolgatni. Ez gondolom nagyon, nagyon jó. Ah! Van egy dragonovom, vagy nem tudom mi ez, ez meg zárva van, ezt szét kéne verni. Hát, ott még van egy izé, van egy loot. Mi a szar ez? Action right through. 83-et sebez. A snipe az mennyit sebez? De mi ez? Jó, mert ez 5-ös. Az, a snipe az nem valami nagyot sebez egyébként. Meg kéne egy kicsit ideérni, meg kell egy kicsit tuningolni, ez sokkal nagyobbat sebez. Hát akkor most mi értelme ráraknom a snipe-ra jövőt a mesterlövész cuccost. Egyszer másik nagyobbat sebez. Most az ismétlő fegyver, ami ugye ezt kaptuk, ez nagyobbat sebez, ugye? Ranged damage. Hát mondjuk effektív range az 50, ha 4 ennek, ennek az effektív range 77. Hát gondolom akkor azért az, a range az számít. Oda néz ott egy csávó. Eltaláltam, de nem sok minden történt vele. Ja, hát igen, kicsi sebzés, szoros sebzés ennek szarnak. Jó, jónak tűnik, de nem olyan jó, mint amennyire tűnik. Na, ezt jól gondoltam. Jó, igen, ki kellene koppogatni, hát meg kicsit körül kell nézni. Hát bánnám, ha meghalnék, megmondom őszintén ennyi cuccal, de még mindig nem értem el azt, amit akartam. Igen, egyes sniper rifle, nem valami jó. Lehet, hogy a, nagyon nézzük, mennyit sebez a pisztolyom, mondjuk, hogy a pisztolyom 43-at sebez, ez meg 61-et. És nem a legjobb, ez meg 41-et, ez 15-öt. Ezt, ja igen, sörét darabja sebez annyit. Nem tudom, hányat lő egy sörét, és nézzük ebben mi van. Ne, van jót, jó lenne. Tudom, pörös a fejem, de van egy kicsit most sötétítve a játék, hogy jól lássak. Hát egy kicsit még körül kell nézni, csak nagyon fosok, mert nagyon kemény ellenfelek vannak. 8x5 scope. Ölni tudnék érte volna. Na ugye hiába rakok scope-ot egy pisztolyra, nem fog addig ellőni. Effektív range-nek kell lennie, hogy igazából addig hatékony. Becsüljön, mi ez? Shotgun turret bundle. És ez mi? Oh. Mi a fasz? M64-as machine gun. Egy térkép. Jó gyerekek, álljál le! Álljál le! Egy M64-as machine gun? Ezt úgy tudod mi az, hogy az M64-as machine gun? Gyerekek, most már nem kockáztathatok, hogy megdöglek komolyan. Most már nem. Igen, ott van a smashingen. Jó. Meg egy izé, meg egy ilyen shotgun turret bundle, amiből valószínűleg az fog jönni, ugye? Hát mi más jönne ezt? Már ígyuk meg. Nézzük át, hogy mi az, ami nagyon nem kell. Elfér ma? Még nem. Passz, van egy drónom. A drónom! Mit csináltál? Ezt leszkrepeljük. Mi az, ami nagyon nem kellene? Figyelj el. Semmi, van, nem tudom mi nyomsz. Mi az, hadd dobjak ki? A csontot, nem? Meg ezt. Meg akkor ezt leszkrepelem, ezt úgyis használom, azt tudom magamról. Ezt meg akkor felveszünk. Jó, tesz. Ezt meg kell tanulni. Oké. Okay. És akkor van egy treasure mapunk, és arra van, ami merre van. Nagyon messze van, úgyhogy az egy nem valós találba fogjuk megtanulni. Viszont gyerekek, az M60-as machine gun-t, azt nekem baromira ki kell próbálnom, bazzer. Várj, az M60-as machine gun mekkorát sebez? Ranged damage 45, ez 41. Jó, hallod. Ezt tudod mi, hogy M60-as machine gun? Ezt vágja mindenki, hogy mi az? Hogyha az, amire gondolok? Hát az. Nem is tudom, mekkora tárja van. 60-as biztos lesz. 60-as. 60-as tárral az a ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, tudod? Izébe volt, ragadozóba, vagy nem tudom. Nem a forgócsöves, hanem az M60-as. Egy M60-as másik, nem? Hát mi más lenne? Viszont nem tudom, hogy hol lehetne még lootot találni, és hol lehetne biztonságosan lootot találni, mert meghalni meg baromira nem kellene a keepernek.
Ezzel azért tudok írtani szerintem. Figyelj, van egy sniperem, egy M60-as machine gunom, már érdemes volt eljönni. Na erre, egyébként ezt vártam, hogy ez lesz itt. Ezt fogjuk találni. Figyelj, ez például ilyen tömegoszlatónak, meg medvének, meg ilyennek baró jó. Mennyi idő van, gyerekek? Jó, még nem megy egy órája sem a gameplay, úgyhogy... Figyelj, még nagyon körülrézik, de nagyon fosok. Ez a kettő van, érted. De mondjuk ezzel a fegyverrel felvértezve az... Az mi volt? Azért valami leszakadt. Na, erről beszéltem. Hallod? Ne szórakozzál! Hát jó, hogy nem alattam szakadt le, basze! Hogy rohadjál meg, hallod? Ez majdnem megszivatott a fal. Csoda, hogy nem szakadt le. Na, benézzük ide ebbe. Mi van itt? Lószar? Hallod, én úgy parázok, nagyon nem akarnék meghalni, gyerekek. Meg igazából nincs is helyem, mi? Az meg a másik. De mondjuk egy jó lootér azért tudnék ölni. Miért néztem bele ebbe? Úgyse fogom felvenni, akár is van benne. Hallod, ez? Na, baj, egy jó lootér ölnék, de... Akármit kidobnék, érted? De nincs, nem tudom, hogy hol, merre érdemes. Szerintem a fő loot az ez volt, az biztos. Elnézünk erre, óvatosba. Ez mi? Semmiképp nem szeretnék leszakadni valahova, meg ilyeneket nem akarnék megkockáztatni. Na várjál már. Mi van erre? Ez valami lift akart lenni? Vagy lépcsőház? Ugye hallod, összefosom magam, most nem kéne meghalni. Aha, ez egy lépcsőház. Hallod, lehet, hogy haza kéne menni, nem? Lehet, hogy nekünk az lenne a legjobb buli, hogyha most... Fognánk magunkat, azt hazamennünk a vérbe. Nem, gyerekek? Már csak azért? Tényleg nem. Ez mi az a kamera például? Ez is annyira izgat, de... Ez majd tele, biztos tele van zombi, van baszi. Ráugrunk az ajtóra. Vagy esetleg azt a katonai bázist mellette megnézzük? Nézhetnénk a katonai bázis mellette. Figyelj, le kéne menni először is. Figyelj, fel vagyok vértezve az M60-asra, szerintem ezzel nem lesz hiba. Erre beszéltünk, gyerekek, erre beszéltünk. Ó, fosok, megmondom őszintén. Erre mennyire is... Hűjjallod! Zombi medve hegyek vannak. Te ez nem fog leszakadni? Megint ütlegel valaki valamit. Itt ezt le tudok menni nagyjából. Oda nézd a madár. Szóval túl vagyok terhelve, hát nem vettem fel izét. Te hallod, valaki ástak, meg minden... Nem jó ez a hely, nem jó ez a hely. Nem jó ez a buli, gyerekek. Jó, a romlott hús érdekel, tudom, hogy a többit nem tudja felvenni, de a romlott hús viszont érdekel, úgyhogy... Gyerekek. Minél hamarabb húzzunk ki, nem ez szerintem itt annyi zombi van, mint a sár. Hát ez beteg egy jószág ez a fegyver. Beteg egy jószág ez a fegyver, gyerekek. Szerintem micsoda helyek ezek. Hallod, ilyen elektromos hangok, meg ilyenek. Még azt is kérdezem, hogy csapdák vannak, nem tudom, ott le lehetne menni valami, vagy felmenni valami létrán. Nem, hogy nem a airdrop, pöcsém. És ledobta a halál... Mára már megint. Ti a zombi medvéket le kéne gyikóni, mert baj lesz belőle, ha nem.
ahogy ütik a falakat mindenhol. Jó, neki kéne állni zombi medvét írtani, nem? Itt nem tud följönni valami bármi is? A szart nem, meg még jön is. Hoppa, zombi medve, hang. Valami küzdez. Bedobta a bakancsot, gyerekek, ez zombi, mert marha jó ez a fegyó. Ne kéne ugrolunk, azt megküzdeli mindenkivel, 540 valahány lőszerünk, vagy... És annyira nem vészes a helyzet, hogy csak nem tudom, innen lett merjek-e ugrani. Jó, nem eltűnt. Ez leüt. Oda medve. Ból a romlott húst ki akarnám járni. Kárekek! Rambó vagyunk! Másik medvét is megjutóhatnám, nem? Hogy állunk romlott hús ügyileg? Van itt minden szarba az-e? Várjál már! Jó. Hol van a motorunk? Itt van pont. Ki kéne pakolnom. És átmegyünk a katonai bázisba. Ezt már nem érdemes szerintem bolygatni. Menj előre, figyelj, drón meg minden. Ó, jaj, gyerekek, hát van elm egyébként itt minden, mint a pucsukba. Másik zombi medvét is lehet, hogy megpaskoljuk a hátát. Valóban lőszer is ám annyi van. Ez őrület, gyerekek, mint az őrület. Jó, és vagytunk. Szóval másik zombi medvét lehet, hogy hátba verem. Ezt katonai bázis még ki kéne pucolni. Szóval akkor elég jól állunk. Nem rossz ez a hely, de ez egyébként ez több napos lenne, hogyha ezt végig pucolnám. Hagyjuk a zombi medvét, hagyjuk gyerekek, hadd menjen. Még úgyis találunk zombi medvét, most nem van a prioritás, hanem a bázisunkhoz közelebb is. Viszont ez nagy... Ott mi van? Pont arra kell ám fordulnod, de erre én nekem mennem kéne. Nem ugyan jól érez magam, kipől. Gyerekek, ha ránk ront, abban a pillanatban ide találom. Viszont ez az M-hotfones, ez nekem nagyon bejövős. Szerintem az nem csoda, mert ott... Gyerekek, ilyen... ezt nem értem, hogy néha nincs zombi, mert benne ilyen meg topzoltnak. Ott is egy baszarsz, bassza, menjünk már. Volt egy modál is szállt fel. Nem, ha hallod itt... Jó, jó, ezt kinyírom. Kipróbáljuk, mennyire gyorsan ülök. Azért oda kaptuk a pofánkra. Szóval ennek a fegyvernek szerintem olyan hangja van. Egy 8 kilométerről is jönnek a zombikra. Éhesek vagyunk. Jó van, talán lesz valami kaja. Mindegy, ezt ki fogunk pucolni mindenképp. Jöjjön leginkább rothadt hús, mint tudjunk minél több bizonyt csinálni, minél több... És amire hazamegyünk, arra meg lesz legalább a szuper kis kertünk. Egyébként ilyen lootolásokra gondoltam, milyen izé specifikus, hogy legyen értelme, érted, hogy olyan helyre menjél, ahol valószínűleg, hogy epic lootok lesznek. Úgyhogy ilyenekre fogunk először rágyúrni.
Na jó, gyerekek, menjünk ide be. Lehet, hogy lesznek aknák, úgyhogy figyeljük egy kicsit, jó? Meg lehet, hogy lesznek csapdák is. Jó, ezeket visszük, mert miért ne? Mi valamit nem értettem, ez mi a célna? Mobility-t ad, ez... Budi bazzó. Pottyantós, gyerekek. Itt van oda, rád jött. Indult a meccsém. Pont azt mondta a meccsém, hogy szerintem a madár ránk jött. És ránk is jött. Megszurkáljuk legalább. Viszont ez a fegyver, ez ilyen közelharcra, ez ilyen epik, nagyon epik. Meg be kéne ide kukkantani, nem? Hogy mi a szitu itt van. Aha, ez ilyen ide. Közösségi szállás. Kapcsoljunk lámpát. Na, mi a helyzet, meg gyerekek? Konyha. Kávé! Kávé! 86-os főzőedény. Annyira nem kell annak eszkeppelni, viszont le lehet, úgyhogy... Na jó, úgyis most van nálam. Meg azt... Majd ki kell dobnom azt az üveget is, most nem kell. Rothadt hús. Ennél jobban nem örülök semminek újabban, mint rothadt hús kapok. Jó, eladásra cucc. Kis vizecske. Murki. Majd még arra is vannak dolgok, gyerekek. Mindjárt körülnézünk, mert itt úgy látom, hogy azért lehet, hogy szerzünk dolgokat. Hát a Kratos hadd ne vigyem el. Ebből lehetne nitritet szerezni. Rothatós, nem van ez? Nitrit csod. Nehogy már rothatós ne adjon, baza egy hulla. Ennek is, hogy ilyenkor nem fertőződhetsz meg. Ezek mi garázsok? Nézzük meg a verdát. Hoppá, milyen? Lighting armor, de jobb, mint az enyém. Ezt is visszük. Azért vagyok ilyen kemény újabban már, mint úgy értem, hogy agresszív. Mert mondtátok, hogy nagyon figyeljek arra, hogy egyre többen jönnek majd olyan zombik, amik futnak. És eléggé meglepő tud lenni, amikor rohan egy zombi feléd. És ezt nem nagyon szeretem megkockáztatni, hanem egyből ledarálom. Így kicsit ilyen agresszívebbre mentünk. Arcs. Igen, és most már megint nem fér el semmi. Hülyeségeket hallod? Hoppa! Valaki rálépett a gyaknára, csak ne én legyek az, nem hallottad? Bombardban. Ebben biztos van valaki, öcsém. Nem hiszem, hogy nem. De komolyan valaki rálépett a gyaknára, nem tudom, hallottátok-e. Closer van. Főépület ugye, az van vissza, meg van egy tornyunk, aminek a tetején lehet, hogy loot van, sőt. Gyanítja a keeper. Bocsém, ez mi? Ugye nagyon vas. Valaki nagyon hörgött. Nem, ilyet nem viszek, hallod. Ezt se szkrepelem le. Valaki hörög. Úgyhogy lehet, hogy van valaki fönn van. Jó, megoldódott. Ez én kilátom? Jó. Ez ilyen törik le alattam dolog. Ez a nyújt. Mire, amikor van egy személy, de teljén egy sem. Na, viszont oda föl kéne nézni, mert valószínűleg van. Meg, még volt egy alsóbb szint, ahova lehetett volna. Itt meg ugye letörik a... Letörik a dolog. Valaki valamit üt. Ott a csaj. Meg van egy csávó is üt valamit. Gyere barátom.
Na, innen megint leesek, meg... ezt hogy utálom? Attól félek, hogy mindig hogy azért leszakadós. A rozsdás szarok általában, hogy gyakran leszakadnak. Ahogy nem, van meg, hallod meg el is. Fel akarok menni, mert biztos van ott fönn cucc. Egy katonai bázisban fönn a torony tetején biztos van cucc. Viszont akkor nekiállok építkezni egy kicsit. Hát nem sok cucc helyen van. Majd ki fogok dobni ilyen csontokat, meg ilyen hülyeségeket, azt akkor jobban beszélünk. Jó, de bírom ezt az ember. Már ezért az egy fegyverért nagyon megélte. Ezzel azért lehet darálni. Ehhez kell mindenképpen lőszert csinálni. A snipernek nem vagyok... Na hát, erre gondoltam, hogy azért, így azért tudod aprítani a népet. A sniper... Nem örülök, mert kicsi a sebzés, viszont messze tudok lövöldözni, mert látom, hogy jó scope lenne, jó, azt akkor nagyon messziről le tudnám szerek. Gyerek, nyugodjál meg. És megvan a fölút, épület fölútja. Hát, ha valami jó, egy jó helmet, egy hatos, de scrap, vagy milyen ez? A cél, steel helmet. Nagyon jó, várj, akkor hagyunk itt helyette csontot neked. Ez mennyit ér? 100-at? Hagyunk itt helyette bört neked. Edd meg, mehet a levesbe. Oké, gyerekek, tök jó. Egy kis kaja, azt viszont meg... meg is ehettük. Meg egy kis... power, akármi elektromos dolog. Mi ez? Aksi? Matriba? Aksi pak gyakorlatilag. Ezek meg ugye 100-160-at érnek, jó lenne elvinni. Ilyen hagyunk helyette ilyet. Meg hagyunk helyett egy aloe krémet, azt akkor ezeket eladásra mennek. Jó, hát meg is vagyunk gyerekek szerintem, mert ma szerintem itt semmi se lesz. Tök jó vagyunk, tök bírom, tök élem, nagyon élem. Nagyon tetszik. Gyorsan leszánkázunk, azt megyünk is haza. Mert igazából elértük azt, amit akartuk, mert akartam menni most. Hogy lehet levél menni? Ja, létre. De hát a keeper bírja az ugrást, ugye van egy ilyen modifikáció. Ja, meg izét is kellene, mondtátok, hogy parkourra rakjak, mert például a 2 méteres kerítést is át tudok ugrani, és akkor a zombik meg kénytelenek kerülni, úgyhogy lehet őket szivatni keményen. Aki nyugtalankodik megint, de hát annyira nem foglalkozom vele, mert kemények vagyunk, mint a Rambo 3. Ott a csávó, figyeld. És az a durva, hogy ez nagyot is sebez, mert ilyen egy lövéssel lövő bizonyos zombikat, azért 440-eseket írtja rendesen. Már itt volt egy kiárat, nem? Jelzünk a tüskékre, tökevet megböki. Fönnök a tököm. Itt meg valami robban, mert az előbb hallottam. De ja, kirutoltuk az egész a gyerekek, szerintem akkor mehetünk tovább. Zombi medvét kerüljük el, menjünk haza. Na viszont akkor lehetne valami más úton haza mennem? Aha, itt van ez. Arra már nincs út. Visszafele megyünk, város határ. Ezt arra. Jó, ezt a fegyvert hagyom magamnál, és ezt nagyon... nagyon-nagyon fogjuk szeretni, hogy leérzem azt a fegyvert. Ide, az nagyon messze van a kincs. Az airdrop ugye leesett valahol, az is nagyon messze van. Ja, egyébként azt írtátok, hogy az airdrop az valószínűleg földbe bugolt bele. Úgyhogy lehet, hogy addig gyorsan elmegyek. Tudod, volt az airdrop, amelyiket nem találtuk meg. Ó, figyelj, csávó, nagyon kemény, hallod? Ez a város kicsi kettőnknek, öcsi. Egy kicsit, ez a fegyver, ez nagyon OP. Nagyon OP ez a fegyver, olyanok vagyunk, mint a Rambo. Kidobja a különböző kacatokat, de nem baj, mert az romlott hús jöjjön, gyerekek, romlott hús jöjjön. Hú, ez a rész is egy kicsit hosszú lesz, remélem azért nem nagyon bánjátok. Igen, mindjárt megyünk haza. És azért az airdropért lehet, hogy el kellene még csúlankodni, de lehet, hogy nem. Igen, ott vannak a sok kacatok, bocsánat érte, de... annyira nem érdekli a keepert. Egyébként azt hiszem, itt van ebben a városban egy fegyver, bolt is. Oda is be lehetett törni. Mondjuk ez a város, ez lehet, hogy még veszélyesebb.
Nem láttok egy fegyverboltot? Ó, lépjünk a gázra, bajok vannak gyerekek. Waterworks. Ez nem egy baráti hely, nem? Nagyon jó baráti hely. Itt iszonyat sok a zombi gyerekek. Itt lehetne azért izolni. Itt ide betelepednél. Tudjátok mit kellene gyerekek? Ide egy... Csinálni egy 4-es metrót. Egy föld alatti járatot. Egész eddig. És akkor a város közepén... kiépíteni egy ilyen bázis 2-t. És akkor ide eljönne, és akkor mondjuk torony lenne, és akkor tudnál sniperolgatni, meg ilyesmi. Gravestone a neve egyébként a városnak. Nem? Az tök jó lenne, tök élnél. Nincs is olyan messze, simán megcsinálja a képer végigásnál. És akkor, hogyha farmolni akar a zombit, akkor nem kell elmenned oda, hanem itt viccülöm egy motorral, egy ilyen 4-es motorral tényleg eljönne eddig. Aztán lehetne folyamatosan dorálni őket. Nem tök állat lenne. Most már visszahajtom egy kicsit, mert ne legyen olyan fénytelen a fejem. Bocs érte, de így legalább láttam valamit. Hú, és túlértük azért. Megszereztük ezt a főlútot. Egyébként ott még biztos vagyok benne, hogy nagyon sok lút van, de egyelőre most ezt hanyagoljuk. Elmegyünk haza, lehet, hogy kiszórok egy-két dolgot. Ilyen alapvető dolgokat, hogy legyen helyünk. Nem, elmegyünk holnap azért az airdropért. Visszamegyünk oda, mert ugye mutatta ez egy régi airdrop volt, mégis mutatta a helyét. Ugye meg van jelöltedve. Elmegyünk arra, visszafele, és megnézzük azt az airdropot. Azt mondtátok, lehet, hogy 7-8 mélységben van, mert néha babukból a ne, rosszul jelzi, hogy hol van. A gyerekek, be kéne menni a... Mivel ugrat egyet? C-vel? Ja, kap ki, jó. Ilyen metróvalagutat csinál az ember, érted odáig Gravestone-ig, aztán csak akkor folyamatosan nyomnál és egyenesen végigmenni. Szerintem az tök állat lenne. Na gyerekek, akkor várjál ma. Következő szituáció, ki kéne pakolni normálisan. Előtt szerintem több lőszer eljöttem hoza egyébként, mint a mennyivel elmentem. Eladó cuccok, ugye ez. Mindenképp, ide rakjuk a pénzünket is, ugye? És akkor... Modifikációk, fegyverek, úristen. Jó, rakjunk ki mindent, mert be vagyunk keveredve. Kirakom a lőszereket is, jó, és akkor egy kicsit így fellélegzünk. Szerintem több cucca előnyünk mentünk el, mint kellene volna. A páncél, és akkor ezeket is át fogom alakítani, és most már tényleg megfogadom a tanácsotokat, és idejével fogok járni, gyerekek. Ki kellene ezt is bontani, figyelj, mi ez? Hoppá. Kettő ilyet kaptam? Ne szórakozz el. Hallod, ez egy ilyen telepíthető shotgun cucc, nem? Hallod, de jó. És akkor be tudod állítani dorálba az el. Érted, öcsém? És még ilyen magasra is tudod rakni. De durva! Tehát bejön egy zombi, egy mit tudom én a körzetébe, és akkor lelövi a francba, nem? Ez elég epik, nem? Az a baj, hogy olyan helyre kellene raknom, hogy azért ne nagyon sérülje. Ez így, rácson keresztül úgy beterít mindent. És ezt fel tudom venni, nem? Most lerakom. Fel is tud... Ja, itt be tudom rakni az ammót. És ez rendes shotgun lőszert kell befakolnom. Aha. Kell shotgun gyerekek. Mi az a lokkamó? Ez mi target? Jó, hogy a izéket is targetolja, target magamat ne targetolja. Target zombi. Ja, megvan, hogy miket targetolja. Strangers, idegeneket. Vagy csak zombikat. Hallod, ez nagyon kemény. Most ide jön egy zombi. Hallod, ez nagyon jó. És várjál, mit tudok még csinálni vele? Nem tudok fölvenni, bazzel. Hosszan nyomom, nem tudok fölvenni. Miért nem? Ne, és itt a kamerája, hogy mit lát. Ne szórakozz, bazzel, de jó. De ezt hogy tudom fölvenni? Lehet, akkor tudom fölvenni, hogyha leraknék üzét, ugye? De jó, nézd meg, itt van egy, hogy még az is, hogy mit lát. Ez nagyon élem. Ez nagyon jó, kár, hogy nem jön egy zombi, hallod, becsalok egy zombit mindjárt, apám. És
mi a drón? A drónt is meg kéne, mi az a drón? Ne szórakozzá! És ugye tudnék is csinálni, mert azt megtanultam ezt a shotgun cuccot. És ez nem kell elektromos áram, hanem is darál magától, semmi extra. Úgy gyerekek, ez nagyon jó. Rakjunk bele vajszat, mit tudom, 10 lőszert, azt valakit ide csalog, nem? Á, gyerekek, nagyon adja. De viszont ezt jól lenne fölvenni. Nem tudom fölvenni valahogy. Várjál! Nem tudom, izélni. De ez csak az, hogy nem tudom fölvenni. Miért nem tudom fölvenni? Udekár. Nem tudom, biztos, hogyha lerakok egy olyan, tudod mit, egy claim blokkot, akkor fel tudom menni. De tényleg, egy rakok, úgy kipróbálnak, meg egy csomó mindent úgy kipróbálnak, nincs semmire időm. Utáló. És raktam bele hármat. És az milyen dologkal mond? Jó, de nyúljanak mások hozzá? Valami ilyesmi. Hármat. Kemény hármat beleraktam vagy. Jó lenne ide csavarni egy zombit. Na miért nem jön egy zombi? Tök kipróbálnám, hogy mit tudom, hogy mit csinál vele. És ez a fegyver is, amit találtunk. Gyerekek, nagyon jól érzem magam már a bőrömbe ezzel az egész cucca. Tényleg van. Azért lőttem a levegőbe, hát ha valaki meghallja, de nem valószínű. Egy zombi jöjjön már. Gyerekek, bocsánatot kérek, de mennyi hosszú a rész, mi? Rüheltük érte. Nincs zombi. Ezt utálom egyébként, hogy nincs zombi, úgyhogy valószínűleg csinálunk egy 4-es metrót, aztán a város közepére beásom magam, aztán ott farmolgatunk, meg pucolgatunk ki dolgokat. Csinálunk egy előretől bázist, ilyen 4-es metró stílusban. Abszolút nem látok egy darab zombit sem. Sniper rifle. Ez is jó, de jó. Nem hiszed el. Tudom, hogy másról se szól arra, csak az, hogy rácsodálkozok a dolgokra. De annyira élem, hogy ezt el nem tudod képzelni. Nya! Együnk egyet, mert kezdünk éhesek lenni. A vizet jól bírjuk. És el kellene költenem lassan a skill pontokat. Úgyhogy lehet, hogy parkörre rakok, hiszek neki, annak a az embernek, aki írta ezt. De várjál már. Nézzük, gyógyszer. Kipakolok mindent, tudod, mondtam. Meg ugye az eladható dolgokhoz berakjuk ezt a szteroid alapanyagot is. Nézzük, hogy mink van még. Ez, mi az, ami nálam marad? Ugye az is fontos lenne, hogy mi az, ami nálam marad. Meg ugye fegyverhez. Azért van, alakulnak a lőszerek, nem gyerekek? És hol van a drón, ami az már a izében van, a másikban? Várja. Baja alapanyag. Készkaja, hát ez készkajának mondható akármicsoda. Pia alapanyag, bár ez ugye még magot tudnék belőle csinálni, ez tök jó lenne. Fegyveralkatrész. Úgy. Oké, egyéb craft, van amit minden, mint a bucsóban egyébként. Ezt beszéltük, hogy ezt inkább átrakjuk ki a fegyverhez. Igen. Oké, gyerekek, egyéb craft. Bocsánat, de egy kicsit el kell rendezni. Fegyver és az egy modifikáció. Ide több dolgom van, és van vasunk is, ezt majd így. Na nézzük a motort. Ebből egy mindent kivettünk most. Ennyi cucc marad benn? Nem, semmi, tök jó, örülünk ennek. De ezt a drónt, ezt kipróbálnám, ezt nem tudom, hogy ez hogy működik, de érdekes, hogy... Ez hogy működik? Ez most én... Oda tudom rakni. És utána fel tudom venni? Startup sequence activated. Oh my fucking god. Oh Jézus, úristen. Van egy drónom? Ez mi?
pleasure to serve. Be lehet rakni az inventory. Úristen! Stay here. Storage. Vajon, robotic drawer, ugye? És mi volt az, hogy talkolhatok bele? Great to see you, master. Szóval, jó, lehet neki mondani, hogy mit csinálja, mert nem beszélsz. Never mind. Hogy tudom elrakni? Take. Where are we going? Nem hiszed el, és még dumál is. Hallod? Júj, te Isten! Gyere, öcsér! It is good to be online. Hát ez nagyon jó. Hallod? És te gyilkolod az ellenfelek? Hol vagy, hallod? Van egy drónom, bászarsz! Hallod, van egy drónom! Van egy drónom, ami követ? Segít! Nem hiszed el! Nem hiszed el! Jézus Úr Isten! Hol van egy zombi, hallod? Szedd szét, öcsém! Vagy valami csoda? Te, és szétszeded? Ez milyen? Ezt nem tudom, hogy ez mi. Ezt nem bánom, hogy mi. Hallod, kéne egy rohadt... Izé. És hogy mennyi az utamba, öcsém? Neki mentél a fallak, te hülye? Te nem érve, ez nem megy tönkre, vagy mit tudom én. Üzemanyag nem kell ennek, ez csak így... Mivel még működsz te, vagy... Le lehet zárni, meg lehet javítani. Megjavítottam, bazze, beszarsz. Hát itt túl egyébként. Stékelni lehet. De erre kíváncsi vagyok, hogy ölő! Megőrülök, ha ő várja, akkor már gyűjtsünk szerepet, mit tudom, hogy valami. Áh! Azt nem hiszem el, hogy nincs... Vadállatokat is támadja? Az jó lenne, mert akkor lőne nekem nyugod, vagy mit tudom én. Ha Keeper szarul lő, akkor ő lelőné. Gyerekek, ez nagyon epik, nem? És jön utána, és csinálja. Nem, beszarás. Csak hogy rohadt zombi nem... Ilyen hallani, elmész világa, akkor is egy zombi nem jön. Mi van, megvolt a mai limitem? Kiírtam 100 zombit, vagy mi van? Egy darab zombi nincsen, hogy sem. Jó, kiégett földön biztosan, de... Motort azt tudjad követni elég gyorsan. Ah, ez nagyon élem egyébként, nagyon tetszik, de most mondjuk beretszen talán jön egy zombi vagy valami csoda. Már itt szoktak lenni, kíváncsi vagyok, hogy ez... Ez mit csinál? De figyelj, hogy már csak azért, hogy viszi az inventoryból a cuccaidat, már azért megéri különben. Nem tudom, hogy támad-e. Van ezen fegyver? Vannak ezenek kis fegyverei, nem? Nem, ilyen kis ideje, ilyen csípőfogói vannak, bazeg. De mit csinál ez? Mert akkor miért kell javítani, érted, hogyha... Te hallod, nem hiszed el, hallod, egy darab zombi nincs az egész rohadt üzébe. Környéken. Hát ez most nem azért, de kezd örítő lenni. Mi történt? Mi van? Izé van? Izé módban vagyunk? Mi nem emelik azt? Peace módban vagy mi? Hallod, megőrülök, hogy nincsen egy dolog. Ezt is ki kéne bontani. Opa. Iron Globes, Sanyika ez örök, Iron Chest. És szerintem ez jobb, mint az enyém, úgyhogy ez is epic jó. Viszont ehhez van is lőszerem most már. Gyerekek, nem, annyi cuccod van, nem tudok mit csinálni, komolyan mondom. Jó van, gyerekek, menjünk haza, hát hallod, ilyenkor egy zombi nincsen. Meg ugye be akartam csalni is egyet a turetek elé is, hogy kipróbálni, hogy ott egy zombi. Ajajajajajaj, végre. Majd mindjárt lövök egyet. Megtámad, vagy támadjon meg. Jó, csak mit csinál a drón? Na. Támad-e! Fogd meg! Csíp meg! Csíp meg, barátom! Mi van? Vakbord, vagy mi ez? Hello, ott a zombi, nem zavar? Ott egy zombi. Támadj! Fogd meg!
Jó, akkor nem fogod, mert úgy látom. Jó, hát ez... A zombi ez... Nem, nem akar. Nem akarja jól, várja? Viszont ennek a hangja... Öcsém! Komolyan mondom, nagyon jó egyébként ez a játék. Ez a játék... Drón követ? Ez akkor igazából annyi, hogy az inventoryba pakol. A pakolási dolog miatt, jó, ugye? Na már megint sűjt a szélje meg minden. Á, nincs idő semmire, gyerekek! Vala megyünk, aztán szerintem minden folytatjuk, de ez a drón dolog, ez nagyon bejövős. Vihar van, állandóan vihar van ebben a játékban. Jó lenne, hogyha ott a környékemen lenne egy zombi, mert akkor ki tudnám próbálni ezt a projektet. Hogy becsalom a turetek elé, aztán, hogy szétlövi ki a fejét. Azért az eléggé hatékony dolog, nem? Hogy most mit tudom én a, például a... És azt szét tudják verni a zombik, hogy támadják az, azt a turetet? El van egy drón, mert beszarsz, bazd meg. Na jó, szerintem gyerekek el is búcsúzok, aztán át fogjuk nézni itt a dolgokat. M60-as, G-fegyver, drón, meg ilyen hülyeségek. Megőrültök. Jó, hát ez epikus. Na jó van gyerekek, el is búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hát jók legyetek, vigyázzatok magatokra. És be tud jönni az ajtón, gyere be barátom, vagy valami. Beszarsz, bejön az ajtón, hát hallod, ez nagyon kemény. Ja, mi van gyerek? Félek, hogy elveszik. Lehet, hogy... Nagy nehezen beküzdötte magát, figyelj, fölveszem inkább, mert... Oh, I do love an adventure. Mert inkább meg... Izé, baj lesz ebből. Na jó, most látszok, köszönöm a figyelmet, imádni való az egész. Ez a játék, ez mindig meglepetést okoz, és érdemes volt ez a rész. Na, köszönöm szépen, jók legyetek, csumit, sörtészta!